Csík nevének hallatára a magyar tábor kezdett tapsba és húj-húj hajrázott. Mellettem és mögöttem 15 mikrofon előtt körülbelül 12 nyelven pereg a beszélőknek a nyelve. A világ minden táján tudni fogják ennek az úszásnak a történetét, mert japánul, spanyolul, németül, magyarul, angolul és még hollandul és még egy néhány nyelven mondják a beszélők pergő nyelvvel ezeknek a pillanatoknak a történetét. Donát Leo doktor int, csendet kér, Gédeke az indító már fent áll az asztalon, de a nézőtér nem akar elcsitulni. Olyan nagy az izgalom, hogy nem tudják az emberek a szájukat befogni. Újra meg újra csendet kér a hangszóró, de ez a csend nem akar teljes lenni. A legnagyobb lármát mi magunk csapjuk, rádió beszélők, felénk is folytonosan pisszegnek, mert hiszen itt vagyunk a közönséghez. Auf die Plätze, elhangzott a vezénysző, hét test előre görbül, Ferkó jobbra néz, figyeli, ellenfelejt, nagyugrással bent van a vízbe. Nem volt olyan jó a startja, mint tegnap volt, de Taguchi előtt van valamivel, és ott fekszik az élcsoportban. Legelől megy a négyes és az ötös pályán úszó Fick és Fischer, de amikor már 35 méternél vannak, a két japán, Yusa és Arai tör előre. Ferkó az amerikaiakkal tartja az iramot, és Taguchival van egy vonalban, akit talán egy hajszállal megelőz. Yusa most érintette a falat, Arai most, Ferkó is ott volt harmadiknak fordulva jön előre. Gyere Ferkó, gyere, még egyelőre harmadik helyén van, pompásan küzd. A két amerikai rettenetes erővel jön föl, Fischer is szeli a vizet, úgy, mint valami motor, de Ferkó gyönyörűen tartja, majdnem vezető helyen van, egy vonalban van a japánnal, úgy látom, hogy talán még Yusát is megelőzi. Ferkó, most bele, az utolsó métereken van, és ebben a pillanatban ő ütött be elsőnek. Én úgy láttam, hogy első volt, de lehet, hogy második, mert a túloldalon lévő japánok, a japánokat nem láttam egész teljesen. Egy lengyel nő, a lengyel rádió beszélőnek a felesége azt mondja, hogy győztünk. Bárány István rohanad a Csíkhoz, ölelik, csókolják, húzzák ki őt a vízből, Bárány lehajol, majdnem beleesik a medencébe. Ebből azt következtetem, hogy megnyerte a versenyt. A magyarok túláradó lelkesedéssel, örömmel és boldogsággal fogadják ezt az eredményt. Most ugrik ki Ferkó a vízből, de még visszamegy. Megöleli Fischert, a németet, aki gratulál neki mosolyogva, és megöleli szintén. Egyik kézről a másikra adják. Kelemén Kornél doktor a vizes csíket magához öleli, jobbról, balról hatalmas csókot nyom rá. Ahogy körül jön az uszodában és a medencét megkerülve, ide igyekszik hozzám a mikrofon elé, minden lépésnél megállítják a fotográfusok, minden lépésnél autogramot kérnek, minden lépésnél rázzák a kezit, boldogan szorongatják és ölelik őt, magyarok, németek, franciák és mások. Itt ül most már mellettem végre a padon, és megkérdezhetem őt, hogy érezte magát a verseny előtt, a verseny alatt és a verseny után. A verseny előtt, mint minden máskor is, kellemetlenül éreztem természetesen magamat, kicsit drukkoltam, de hála Isten nem jobban, mint más versenyek előtt, úgyhogy mondhatnám egész a startnál már nyugodtan álltam. A verseny alatt figyeltem a többieket, és a fordulóig arra vigyáztam csak, hogy el ne maradjak tőlük, azután meg mindent beleadtam, és hát hála Isten jól ment. Az utolsó métereken is még tudtam erősíteni kicsit, úgyhogy a japánok előtt ütöttem télbe, és a verseny után természetesen a világ legboldogabb embere voltam, és maradok most egy jó darabig. Minden jó azonban, ha a vége jó, és Csíkferit öleljük meg mi is, szeretettel és boldogsággal, hogy olimpiai babérral kotorúzta a magyar zászlót, és a nagy magyar sikert kiharcolta.